Sziasztok! Sziasztok! Ma rendhagyó módon mezőgazdasági híreinkkel fogjuk kezdeni, ugyanis talán kevesen tudjátok, de a Ubiquitit 2003-ban alapították, és akkor még a kaliforniai San Jose-ban székeltek, ami hát ugye tudjuk, hogy egy eléggé csapadékhiányos környezet, viszont 2015-ben áttették a székhelyüket New Yorkba. A kutatásfejlesztési osztály által elültetett kis magocskák pedig a kedvezőbb éghajlatnak és csapadékdúsabb időjárásnak köszönhetően folyamatosan és egyre gyorsabban bújnak ki a földből. Így nem véletlenül egyre több újdonság jön a gyártótól, ezért a mai adásunkban is két terméket fogunk nektek bemutatni. Az egyik pedig nem más, mint a Dream Machine SE, a másik pedig az UX Gate Pro. Szerintem akkor kezdjük az SE-vel. Rendben. Hát a Dream Machine SE az igazából majdnem ugyanazt tudja, mint a normál Dream Machine. Annyival tud többet, hogy PoE képes, tehát a beépített switch az most már PoE tápellátásra is képes, ugyanúgy tudunk futtatni Unify alkalmazásokat, mint a Dream Machine-ben, illetve beépített HDD-nk van, bocsánat, SSD-nk. És hát nagy vonalakban ennyivel tud többet a termék, de hát ezt szerintem fejtsük ki bővebben. Mielőtt beszélnénk a technikai paraméterekről, szerintem nézzük meg az eszközt. Oké, lássuk. A megszokott csomagolás. Elég biztonságos csomagolást kapunk. És ezt ki kéne szakítanunk. Nem, Isten nincs. Parancsolj! Hát sok újdonságot nem fedezhetünk fel benne a Dream Machine-hez képest. Külső méreteiben abszolút megegyezik, ugyanaz a váz, portok tekintetében van némi változás. Kaptunk 8 darab gigabit Ethernet portot, abból 6 darab sima AF és 2 darab AT-s portunk van PoE-ba, illetve kaptunk LAN oldalon még egy SFP pluszt, van oldalon meg kaptunk egy darab 10G-s SFP portot, meg egy darab 2,5 giga portot. Ugyanúgy egy darab AC tápegységünk van rajta. Igen. Annyi, hogy a Unify megoldásával ez szünetmentesíthető. Van benne egy 128 GB-os SD kártya, amit ugye HDD-vel tovább tudunk bővíteni. Tovább boncolgatva az eszközt, nem bontottunk ki még egy dobozt. Tényleg. Gábor? Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát ebbe a gyári tartozékokat találjuk, úgy mint csavarkészlet. Csavarkészlet, de egyébként ez nagyon dizájnos, így nem? Nekem nagyon tetszik. Tehát szépen jó. Bele van sülyeztve, egy ilyen polisztirol, hapszivacs valamilyen anyagba. És nem az, hogy össze van dobva az egész egy ilyen kis pakénbe. Ez egyébként egy csomó gyártó ezt úgy szokta, hogy egy zacskóba belevágják, és akkor oda van rakva a switch mellé. Hát ez azért ez egy kicsit magasabb szint. Nyilván nem számít a szerelés szempontjából, de az ember, amikor elkölt egy csomó pénzt egy ilyen eszközre, akkor az így jó esélyezés lehet, hogy még ezt is igényesen csomagolták be. Hát ezen felül itt van még nekünk nyilván a két darab rekfülünk, amiből lehet, hogy csak egyet veszek ki, nem? Mind a kettőt. Illetve egy tápkábel, meg hát a szokásos használati okutató. De a tápkábel is minőségét kaptunk, mert ugye ez van egy plusz vászonburkolat. Az se szokványos egyébként. Dávid, beszélgessünk egy picit az eszköznek a technikai paramétereiről. Mit lehet tudni erről az eszközről? Hát igazából CPU-ban ugyanúgy kaptunk rá egy Cortex-es A57-es CPU-t, ugyanúgy, mint az előző Dream Machine-ekben. Kaptunk hozzá egy 128 GB-s SSD-t, amit ugye HDD-vel tovább tudunk bővíteni.
Található benne 4 giga RAM, ugyanúgy, mint az eddigiekben. Kaptunk hozzá 8 darab gigabit Ethernet portot, ebből 6 darab AF PoE, és 2 darab PoE Plus, az AT és PoE-t kaptunk. Kaptunk Lenovo-dalra még 1 darab SFP Plus portot, illetve van oldalra kaptunk egy 2,5 gigás Ethernet portot, meg egy 10 gigás SFP-t. Egyébként, tehát most így, hogy végigmondtad a főbb jellemzőket, azért az látszik, hogy sok mindenben nem változott az alap Dream Machine Pro-hoz képest, de ez a kevés változás is egyébként nagyon fontos. Tehát az, hogy már van 10 gigás uplinkünk, az egy jelentős előrelépés. Így van. Illetve tehát maga a Dream Machine Pro is egy olyan eszköz volt, amiben van egy csomó minden másik termék, tehát egyben megkapunk egy security gateway-t, egy cloud key-t, kaptunk egy routert, kihagytam még valamit, mi van még bennem, tehát tudjuk futtatni a többi Unify alkalmazást, és egy csomó embernek fájó pont volt, hogy jó, de nincs benne PoE switch. Így van, annyi, hogy a PoE switch-ről jut eszembe, ennek nagyobb lett a fogyasztása nyilván a PoE miatt, hiszen egy 250 wattos tápegység van benne. Dávid, egyébként itt már megoldották a load balance-ot? Sajnos nem. Ugye jelenleg az 1.12.19-es verziónál járunk, azt ígérte a Ubiquiti elméletileg, hogy az 1.13-as verziótól meg fogják oldani. Ugye jelenleg a két porton be tudunk neki adni két internetet, viszont még mindig csak fél overkill működik. Hát kár, reméljük, hogy ezt hamarosan megoldják akkor. Hát összegezve, akkor tulajdonképpen a Dream Machine SE az egy kicsit feljavított Dream Machine Pro. Így van. Kaptuk már bele PoE-t és nagyobb uplinket. Szerintem ez is pörögni fog nagyon, mint a Dream Machine Pro, ugye az említett példák miatt is, hogy több termék van egybegyúrva, és akkor csak egyet berakunk, és le van tudva a dolog. Ugye fájó pont volt eddig a PoE képességnek a hiánya, most már ez is ki van pipálva. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó kis árértékarányú termék lett. Amúgy meg nem lepődnék meg, hogyha Ubiquiti kivezetné a Dream Machine lehet, Pro. Mert egyébként annyival nem sokkal drágább ez, hogy létlegősúlysága legyen még gyártani a Dream Machine Pro-t is. Erről a terméket körülbelül ennyit szeretünk volna nektek mondani. A következő videónkban egy másik izgalmas terméket fogunk bemutatni, ez az UXG Pro, amit egy tesztnek is alávetettünk, úgyhogy maradjatok velünk, nézzétek a következő videónkat is, és iratkozzatok fel. És lájkoljatok. Sziasztok! Sziasztok!